A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett vendéglátóipari tanulmányi versenyen ért el országos első helyezést az iskola egyik végzős tanulója. Amiből készült az vendéglátó gazdálkodás, szakmai számítás és marketing, ezen túl pedig a döntőbe még hozzájött a, a termelés és az értékesítés, tehát a szakács és a pincér munkakörök, illetve az élelmiszerismeret, mint elméleti tananyag. Fertőfi Tamás Lajos ezen a pályán szeretné folytatni tanulmányait, illetve kamatoztatni tudását. A iskolában már megkörvonalazódott bennem egy kis mértékben, hogy ez a szakma tetszett meg leginkább, és hát a jövőben ugye először mindenképp egy technikus végzettséget, mint szakmát szeretnék szerezni. Utána gondolkodnék a felső, felső oktatásokba is, de későbbiekben talán egy, oktatói jellegű esetlegesen vissza a suliba, talán, de hát még kiderül. Az iskola rendkívül büszke arra a fiatal, 9. évfolyamosokból álló csapatra is, amely nem a vendéglátásban jeleskedett, hanem az országos szakmai közismereti tanulmányi versenyen ért el harmadik helyezést. Egy projektmunkát kellett beadnunk. Ez volt az előzménye a felkészülésnek. Nagyon rövid időt kaptunk arra, hogy térképezzük fel, milyen az iskolánk számítógépes hálózata, milyen eszközöket használnak az informatika tanulásra, tanórán, illetve tanórán kívül a fiatalok. Ezt összeállítottuk, beköltük. Az országosra egy 5-6 perces filmet is létre kellett hoznunk, amelyben bemutattuk, hogyan képzeljük el a jövő iskoláját, és milyen eszközöket használunk okos eszközként a tanórákon. Mindezeken túl az országos szakmai tanulmányi versenyen a Keri 3, a szakma kiváló tanulója versenyen pedig öt diákja ért el kiváló eredményeket.